Ha amikor visszafele nézünk, úgy tűnik, mintha ilyen nyílegyenes út lett volna, de hát ez nem, mert hogy rengeteg varga betűvel, hibával, kudarcokkal is terhelt az út. Én 90-ben átvettem édesapámtól egy fél hektár szőlőt, hozzá volt egy 10 méteres pince, és lepalackoztunk 2000 palacbort, ez az indulás. Idős Heyman Zoltán vagyok, borosgazda, Heyman családi birtok Szekszárd. Egészségünkre! Mostanra ez a fél hektár 25 hektár lett, a 10 méteres pince 100 méteres pince rendszer lett, és a 2000 palac meg évi 150 ezer. De hogyha ott és akkor 90-ben megkérdezik, hogy el tudom-e képzelni azt, hogy egy ekkora birtok leszünk majd 30 év múlva, én biztos nemmel válaszoltam volna. Tehát ez a lassú, szerves fejlődés, ahogy építkeztünk és mentünk előre, ez ennek az egésznek a kulcsa is nyitja, ebben tud működni ez a rendszer. Tehát mi nem egy olyanok vagyunk, mint Pallas Athéné, aki Zeus fejéből kipattan teljes vértezetben, hanem a saját hibáinkon szép lassan, szervesen fejlődve építkeztünk. Próbáltunk visszamenni a múltba, hogy nézzük meg a család honnét jön és mikortól vagyunk itt. A levéltáratokban 1758-ot találtuk meg a legidősebb dátumnak, egy Michael Heyman és Elizabeth Markus házasságlevele. Nem tudom, ki hallatszik belőle, hogy nem a vereckei hágó fejöttünk lobon. Ez egy ilyen Ulm, Passau, Linz, Tutaj, Klumpa útvonal. Én a 9. generáció vagyok. Itt, ahol most vagyunk, ez 1977 óta a család birtoka. Önmagában az, hogy mi itt vagyunk, ebben nekem nagyon fontos volt, hogy a feleségemet tudtuk integrálni, ő egy bicskei református magyar menyecske, ebben a sváb katolikus tengerben egészen nehéz volt azért beilleszkednie, de ő is magáénak érzi az egésznek a rendelvűségét, sőt még a borászkodás jó részét is ő csinálta, illetve a fiam, a nagyfiam, ő is elvégezte Nyugat-Európában, Geisenheimben a borászati egyetemet, majd a mestervizsgáit Montpellierben, Bordeauxban, Udinében fejezte be, és onnét jött haza, úgyhogy családi vállalkozás vagyunk, és így megyünk. Van az egésznek egy ilyen, hát nem tudok már szót, ilyen úttörő jellege, hogy bizonyos szempontból olyan irányokat próbálunk vinni, ami nem megszokott és általános. Részben azért, mert mi nem az áruházak fele, hanem inkább a gasztronómia, a helyi értékesítés és az exportokat akarjuk vinni. Ez értelemszerűen magasabb árazást, magasabb lojális vevőkört és magasabb presztízst is tud jelenteni. Illetve a másik oldalon meg a fiam belépésével most mi ilyen egy fenékkel két lovon ülünk, mert van egy klasszikus vonalunk, ami a jelenlegi magyar piacnak megfelelő Merlot Cabernet bázisú küvék, csúcsán a Barbár, de a másik oldalon pedig a fiam hazajöttével egy bio borászat felé fordultunk át. Idén már minden területünk bio, a Kadarka és a Kék Frankos már tanúsítvánnyal rendelkező bor lesz idei születtől kezdve, és ő a Kadarkát és a Kék Frankost tűzte a zászlajára, és ezeket alapvetően inkább exportpiacok felé próbáljuk vinni. Ezek, ha úgy tetszik, a hagyományok, a régi technológiákhoz való visszalépéseket is jelenti. Ha szeretném, hogy a fiam ebben a munkában az örömét találja meg, akkor szükségszerűen hátrébb kell lépni, az úgy nem megy, hogy én ott a nyakába szörcsögök, hogy akkor most mivel foglalkozik, mert az rengeteg időt meg energiát vinne el. Tehát meg kell tanulni azt is, hogy hogyan lehet úgy átadni dolgokat, hogy nem belekotnyereskedni, hanem hagyni a többit, és inkább segíteni az ő munkáját sem, mint az önálló véleménnyel kell menni előre. Ez egy nagyon izgalmas kihívás amúgy, itt a borvidéken belül is, de hát ettől szép ez a szakma, hogy ebben is meg kell találni az örömet. Az édesapám, nagyapám, dédapám által járt utat vittem én is tovább. Tehát van a családban egy ilyen közösség felé való elköteleződés, és ennek próbáltam én is megfelelni. Úgy gondolom, hogy minden borvidéknek kellenek lenni bajnokainak, akiknek van egy víziója, hogy merre akarnak menni, és elől mennek és csinálják. Én magamat is egy ilyen bajnok típusúnak gondolnám, aki megpróbálja az összefogást erősíteni és vinni. Ugye jelenleg
A borásztársadalomban egy kicsit atomizáltak vagyunk, mindenki a saját problémáival, gondjaival próbál foglalkozni, mindenki a saját sikerének kovácsa. Én meg azt mondom, hogy együtt többet érünk, mint külön-külön. És nagyon szépen látszik, hogyha az országos fogyasztói megmérettetésben nézzük, akkor nem a neveket nézik, hanem a borvidékeket. Tehát nagyon is fontos, hogy Szekszárdnak milyen az ismertsége, milyen az elismertsége, milyen a kedveltsége, és ezen belül értelmezhetők az egyedi borászatok. Én a Paks 2-ben azt látom, hogy munkaerőt igényel, itt a beruházás pénzt hoz ide, ebből többlet adó van, és megmozgatja a világot. Hát amit látok itt a környék falvaiban, vagy látom az új hídépítését, tehát látszik az, hogy itt gazdasági mozgások, energiák jönnek, ezt én nagyon fontos értéknek látom.